Oké, üdvözlök mindenkit, itt a Codevein végigjátszásában. Folytassuk is ott, ahol abbahagytuk. Ó, nem kis nehézség árán ugye megcsaptuk azt a dupla boss-t. Úgyhogy haladjunk tovább igényesen előre. We have to avenge all of them too. That monster's cruelty ends here. Azt mondjátok, hogy még egy boss fight lesz. Stop right there, Mito. Your persistence is tiring. So tell me, just what exactly are you after anyway? What do you have to gain in reviving the Queen? Reviving the Queen? What's so damn funny? I've collected enough data already. I have no more use for the Queen. Then why? Let me ask you something. Do you ever sit back and wonder why you were created in the first place? Or why Revenants have power far beyond that of mere humans? That's simple. Everyone knows it was to stop the Queen when she frenzied. Aren't you forgetting something? The day of the Great Collapse. The creatures that caused all that ruin. Both Revenants and the Queen were created to eliminate those horrors. And yet, they are all still incomplete. I wanted to witness Gregorio's monstrous transformation with my own eyes. But sadly, it cannot be. Now, allow me to show you the truth of our world. Cage is unlocked. Most mi van? Ó, te lennél itt ez a félelmetes harcos. Átváltozott.
az elég gagyi. Gagyi lett. Eloszlott a miazma. Mist is fading. We can go out. We can leave. Yes! We're free! We can finally escape this horrible prison. We've been here so long. Still alive? The mist isn't fading. All those relics, and yet somehow he still resists. Stubborn fool! I'll finish you with my own hands! How can you still not understand? You all saw him too! The world outside is overrun with creatures that devour everything in their path! They will be the source of even greater strength for all revenants. Evolution is everything! It is our duty, our very hope as a species! Gregorio didn't see that, the blind fool. So he created the Red Mist as a cage and sealed away all his research. He was satisfied with merely eliminating the feeble horrors within his pen, and thus foolishly halted the march of progress. But the horrors outside continued to evolve, until finally they transcended revenants and became an existential threat. You fools noticed nothing! Our prison of red mist became a barricade, protecting revenants from the horrors that awaited them beyond its borders. All this time you were being shielded by Gregorio from reaching your true potential. The hypocrisy turns my stomach. But now the time has finally come for us to leave the cradle.
Let us all rise and ascend the ladder of evolution together! You bastard. After all you've done, just how many more lives are you willing to sacrifice? Enough, Mito! We won't let you do this! Pity. Those who are too weak to keep up with the speed of progress do not deserve to live. What swill? We will stop you. After all they've done for everyone. The successors will not have suffered in vain. Majd bő 12 perces átvezető videó után. Hát ez a történetnek ez a rész nem túl eredeti. Még nagyobb gonosz ellen hozták létre. Ez mi? 9-es karddal az meg semmit nem sebzek rajta. Ez megint mi? Oh, you're up again. Édes Istenem. A gear might not be cut. Vége már nagyon gagyi. Ez a vége már nagyon gagyi. Jó, már még a lukot is érben áll. Come on.
padnę po płatkę. Mindennel a múlt. Elbasztam a dodge-ot. Fárasztanak ezek a boss fight-ok. You're back up, huh? Futni most se akar? Az, hogy megint érted, védekezek és van, amikor átüt rajta, van, amikor nem, random módon. De mitől függ ez? Attól a látenszitől, hogy megnyomom a gombot is, van amikor egy másodperccel később veszi fel a védekező pozíciót, van amikor hárommal. Hát... hogy is mondjam finoman, elég látod, ezt most miért nem lőttem ki? Ennyi, tehát ennyi. Tehát most mit talált el? Édes Istenem. Izét ütötte Yakumót, azt meghaltam én. Jézus Isten. Jézus Istenem, amúgy ez egy kurva könnyű boss fight. Csak hát azért fiúk, ennyire tetszett a Dark Souls, azért még egy kicsit kellett volna tanulmányozni annak a könnyed harcrendszerét. Mert ez így egyenlőre kritikán aluli. Hold on, I'm on my way. Szopjál le, gyere bazd meg. Faszom, hogy se érdekel hát. Bring it anytime. Na mi ezt rá? We'll be reduced to ash! How's this? Nézd meg, hát védtem! Nagyobb tényleg lehetem, nem? Ha!
nem igaz, bazd meg, hát hogy lehet ekkora swinggel ütni? Hogy bazd meg? Hogy? Hát hármat dodzsoltam, hát azt akkor is elért. Édes Istenem. Hey. Geci. Ezért nem volt már nekem ehhez kedvem hozzáfogni. De a játék végére egy kicsit elgurult a fejlesztők gyógyszere. Vérekedni is hiába vérekezek, hol működik, hol nem. Hol átüti, hol nem. Vicces. Vicces. Az egész szó. Mit se vesztem rá. Meg mi meg nem zavarodok. Látod ezt a szart? Látod ezt a szart? Ez megint mi? Hát nyomtam a védekedés gombot folyamatosan. Ne már, hát halljad, az bazd meg. Füles végképp mindjárt bemondja. Jakumo egy fél óra elütött egyébként a levegőkben. Tornázott. Ah!
Ez hogy találtad? Eldobjuk a picsába ezt a mikrofont. Ez úgy szar, ahogy van. Bekalibrálom a másikat, az újat. Na, gyere letek! Az vagy te, Evolution. Ezt hogy? Bókat ütesz. Érted? Úgy, hogy védekezek. Come on.
Bill. Remek. Hát ilyen nincsen, bazd meg. Hát akkor... És akkor is. Nem, egyszerűen nem. Nem hagyja abba, érted? Egyszerűen nem hagyja abba. Egyszerűen nem hagyja abba. És az a rütyögő az mi? Hallod? Az docs közben eltalál. A kanyarkövet és kurva anyádat azt. Hihetetlen. Hihetetlen. És ez a boss az kurva könnyű boss fight lenne, ha a harcrendszer az olyan lenne, amilyen nem. Az összes boss fight azért nehéz, mert irdatlan módon csal. Sorry. Moving out. Azt felszedjük. Látta? Ez mi volt? Na most untalak meg. Most untalak meg, fazd meg. Mi volt ez, öcsém? Tele élettel levette. A kurva anyádat. Nem, ilyen nincs, tehát egyszerűen nincs. Egyszerűen nincs. Ez mi volt? Ez mi volt amúgy? Hey. Fú, bazd meg. Jézus Isten. Jézus Isten. Ekkora egy csalógecit, hallod? Nem vagyok ideges egyébként, mert ez egy csaló köcsög. Hát, hogy vett el azzal az egy golyóval az összes életemet? Ha, mindegy, hagyjuk. Hagyjuk, ne is vesztegessünk rá egy szót se. Egyszerűen nincs mire. Kár, hogy a boss fight-tal lerombolja a játék azt, amit a közte lévő területek átkutatásával felépít, mert az viszonylag jól balanszírozott. De ez, bazd meg, ez mi? Bring it anytime. Jakamuto.
ez is, érted? Jó, bazd meg! Na, te erről beszélek! De te menj el a gecibe! Ezzel a golyóval eddig sose csinálta, hogy az összes életem levette. Hát ez így jó. Ez így jó. Ez így jó akkor. Ja. Ez egy bad day, bazd meg. Az egész játék egy bad day. Édes jó Istenem. Gratulálok, fejlesztők. Az a baj, hogy ideges se vagyok. Tehát ez a két utolsó boss fight, meg az összes boss fight egyébként. Tehát annyira cheat, annyira nyilvánvaló, hogy egyszerűen nincs mit hozzáfűzni, érted? Aria támadás, bazd meg, ami olyan egyébként, hogy ha 50 méterre vagy mellette, akkor is beadja a sebzést, mindegy, hogy védekezel vagy nem védekezel. Nézd meg, látod? Yakumo, eltalálnád esetleg? De nézd meg! Ó, de megérzi, bazd meg, ha healingelek.
nem. Egyszerűen nem. Egyszerűen nem. Hey. Nevetséges, tehát nem tudok mit mondani. Csak az, hogy nevetséges. Édes Istenem. Meg ugye ez, ugye a Dark Souls-okban ilyen nincsen, meg a Bloodban sem, ugye egy boss bazd meg egy másodperc alatt az egész pályát. Tehát nem is mozog, végig siklik. De nekem az, hogy nézd meg, menni kell 5 métert, az összes staminám elmegy. Mert ez így reális. No harm in being prepared. Anyone stand in the way of evolution? Szobd le az evolution-t. Az apádat. Tehát látod, ez az bazd meg, hogy 6-szor akkora kardja van, mint nekem, de ez mire megkezdi a movesetet, az addig már 3-at ütött. Tehát én értem, hogy slow a weaponünknek a movesetje. Én értem, hogy slow, de nem ennyire slow, bazd meg. Hát nézd meg, úristen. Úristen, bazd meg. Értem én, hogy slow, de azért nem ennyire slow. Hihetetlen, bazd meg, hihetetlen. Na mindegy, csak legyen meg valahogy. Legyünk túl rajta, mint hogy az egész játékon már. Kár, mert belefáradtam. Nézd meg, hogy fogy. Az én staminám, tehát ez reális egy játékban. Hogyha te mész, bazd meg, akkor a te staminád fogy. De ez átgurigázik a fél pályán, de az rendben van. Látod, hogy eltalálod. És kapta. Látod? Látod ezt a csalót? Meg. Ezt nyugodtan kis csillag.
ennyi. Meg... Hallod? Bazd meg. Hú, én nyugodt vagyok, kis csillag, hát ez... Ez úgy szar, ahogy van. Ez úgy szar, ahogy van. De amikor már nagyon levittük az életét, akkor aztán... Hát de lassítsátok majd vissza. Hogy fél méterre, meg méterre vagyok tőle, és neki akkor is vadja a hitet. Hát ez ennyi. És ez nem véletlenül van megcsinálva. Ez szándékosan. Hát... Van, aki így próbál nehézé tenni egy játékot. Mert is alig a fel Dixet, ha kétszer kellett megnyomni. Most miért ment? Ó, hogy az Isten a fatát, az édesan... De minek veszi el akkor, ha egyszer már... Tehát ez a healing is tudjátok, hogy működik? Egyet behealingel, és utána kell egy 5 másodperc, mire újra tud healingelni is. Az egy healing az kb. Az életednek az ötödét bassza meg. Meg mi az, amikor be van töltődve neked az ikor, vagy mi a faszom, és megüt, és eltűnik. És utána beveszem ezt a szart, hogy újra legyen, azt akkor nincs. De közben meg is üt megint, mert tehát hogy lehet valami mechanizmus ilyen szarul megcsinálva? Hogy? Tehát a tesztelők mi a kurva anyjukkal foglalkoztak? Mivel? Mi a kurva édes anyjukkal töltötték az időt? Ha nem a játéknak a kibaszott tesztelésével. Ez valami csuda. Ez valami csuda ez a játék. Hát az van, mert egy csaló köcsög vagy. De nézd is, kurva úristen a faszát bele! Add már bele, mert isten a faszát! Kurva, meg a faszom bánja, bazd meg, az bánja, a faszom. Nézd meg, bazd meg, most csak úgy nyomom, mint a kurva isten, hogy süket a faszom, hogy adja be azt a kurva speciális támadára. Nem adja be az ikor koncentrátumot. Úgy van. Ne találd el. Úgy van. Így van. Így kell. Már most beadta, látod? Így van. Így kell megszopatni. Így kell. Így van.
Így van.